Sziasztok! Hozunk nektek Anita barátnőmmel egy ilyen közös videót, egy palettát fogunk ketten használni. Mindig olyan palettákat keresünk, ami mind a kettőnknek megvan, és a Naked Ultra Violetre esett most a választás. Beszélgetünk, és véletlenül esett le, hogy mind a kettőnknek megvan ez a paletta, ilyen színeket tartalmaz. Hát nekem ez Ultra Violet, hát van benne néhány lila szín, úgy idáig a fele lila, a másik fele viszont ilyen tópos, narancsos szín, és van benne ez az egy extra ilyen zöldes, fényű, nagyon kis csinos színecske. Ez így kihúzva egy ilyen kékes, zöldes, unikornis színű szín. Úgyhogy ezzel a palettával fog érkezni most egy smink, és én szeretném használni ebből mindenképpen valamelyik nagyon szép lilát, és ezeket a színeket is, tehát háttérszínnek mindenképpen ezek lesznek. De kezdjük is el a sminket, mert még nem állt össze a fejemben a konkrét koncepció, hogy mi lesz ez. Szemhéj alapnak a Wet n Wild Photo Focus primerét fogom használni, én ezt nagyon szeretem, nekem ez jól működik a szememen. Ezt fogom használni szemhéj alapnak. Az alapozásomat megcsináltam, az egy másik videó. Úgy döntöttem, hogy ketté veszem, mert egy videónak nagyon hosszú lett volna, úgyhogy most igyekszem ilyen emészthető videókat csinálni, és ez így tök jó lesz, legalább van időm elszórakozni a szemsminkemmel. Jól bedolgozom a kis szemhéj alapomat ide mindenhova. Én szoktam ide is tenni, mégpedig a szemüvegem miatt. Hiába, hogy már van rajtam alapozó, de rá szoktam tapogatni olykor az alapozómra is, mert nekem a szemüveg miatt nagyon gyorsan elcsúszik a szemsminkem. Hoztam ide néhány ecsetet, ezek tiszta ecsetek, ezekkel fogok dolgozni. Nem fogom a MAC-nek a Studio Fix púderével fixálni a szemhéj alapot. Én szeretem lefixálni, mert valahogy utána talán könnyebb rajta satírozni, vagy nem is tudom, tehát így rászoktam erre, vagy nem lesz foltos, inkább azt mondom. Tehát én szeretem púderrel, vagy hogyha van a palettában olyan szín, amivel le lehet, de ezt egy picit fényesnek látom, úgyhogy ezzel semmiképpen nem akartam fixálni. Na, jöjjön is egy ilyen nagyobb fejű puffy ecset, és ezzel a narancsos színnel fogok kezdeni. Ez egy matt, barackos, barackos szín. Ezt fogom felvinni ide háttérszínnek. Óvatosan, csak ilyen elnagyoltan. Kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni. Ez egy ilyen nagyon picit barackos árnyékot ad a háttérnek, úgyhogy ez lesz a kis háttérszínünk, vagy satírozó színünk, nem is tudom. Van egy ettől mélyebb szín is a palettában, azt majd mindjárt. Nem akarom ezt túl erősre, hogy ne vegye el a lila sminknek a lila mi voltját, mert én viszont mindenképpen lilát szeretnék. Óvatosan felviszem a színt, hogy ne essek túlzásba, és hogy nagyon jól igyekszem itt eldolgozni, hogy csak egy ilyen kis, tényleg egy egységes háttérszínünk legyen. Oké. Egy kisebb fejű ecsettel van egy matt lila színünk, tehát ez egy matt lila. Az összes többi fényes. Úgyhogy mindjárt mutatom, hogy van itt a matt lila, és utána, amik vannak lila színek, kihúzgálom a kezemre őket, hogy lássam én is, hogy miből tudunk építkezni. Hű, ez a sötét, ez nagyon durva. Na, ezek a lila színek, a legutolsó sötét szín, az is lilának tűnik, de
kiszvacsolva már inkább ilyen nagyon sötét barnás lilának látom én. Úgyhogy menjünk be a matt lilával, és akkor szerintem ezzel a sötét lilával fogok, ezzel a másodikkal fogok majd mélyíteni, mert az abban ilyen ezüst színű, meg fényes csillámok vannak, úgyhogy azzal fogom bemélyíteni szerintem. Na de kezdjünk a matt lilával. Egy picit porzik a paletta, ahogy belenyúltam az ecsettel. És ez is elég paszteles lila szín. Ez a kis lila. Úgyhogy nem lesz olyan túl erős, szerintem. És ez az egyetlen matt szín a palettában, ami tényleg lila. Úgyhogy ez is szép kis háttér szín lesz nekünk, szerintem. És együtt ezzel a barackossal baromi szép. Csak ide a mélyítő vonalba meg fölé szeretném vinni jobban. Egy ilyen kis hegyesebb ecsettel, mert ezzel olyan tök jól lehet így egy sávban dolgozni. Aztán lehet, hogy majd ecsetet váltok és durulok egy kicsit, de egyelőre ez így jó lesz. Hát ettől azért intenzívebb színt szeretnék a szememen, de ez még csak egy ilyen kis alap lila szín. Tehát ez tényleg annyira paszteles, hogy én nem is tudom, hogy így. Ettől azért jobban szeretem a lilákat, úgyhogy jöhet még némi lila javában. És ugye azt mondtam, hogy ezzel fogok mélyíteni, de az előtte való lila szint is fogom használni, mert nekem ez a matt, ez kevés, úgyhogy ezt fogom most használni. Mert ez a matt, nekem ez most kevés volt. Úgyhogy jövök egy ilyen kis pufi ecsettel, és megnézem, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ugye ez egy fényes szín, ami nekem egy pöppet fura, de nagyon szép. Jól eldolgozom, hogy ne legyen olyan. Ennek olyan különleges fénye van ennek a lila színnek. Olyan sejmes fénye van, tehát olyan kis különleges. Nagyon szép. Hát nem hiába az a neve a palettának, hogy ultraviolet, hát tényleg nagyon ultra színei vannak. És olyan gyönyörű a fénye. Jövök a nagy fluffibb satírozó ecsetemmel, és rámegyek ezzel a barackos színnel ide a szélére, hogy egy kicsit eldolgozzam, ne legyen ilyen direkt. Igazság szerint annyira jól össze vannak szedve a színek a palettába, hogy így mindent használhatsz mindennel, mert baromi jól fog kinézni. Úgyhogy hála jó Istennek, ez azért egy elég jó kis színkombinációjú paletta. És egyelőre itt tartok, de még megyek ezzel a színnel, mert kicsit feljebb akarom satírozni, de csak óvatosan. Mert ugye nekem rejtettebb a szemhéjam, és hogyha így kinyitom szembe egyenesen, akkor már nem látni olyan sokat ebből a sminkből. Úgyhogy itt a szélét még egy picit megpróbálom óvatosan feljebb vinni, hogy ne legyen egy nagy határozott vonalam. De azért picit látszódjon így is a sminkem.
És így, hogy ugye alatta van a satírozó szín, így nem lesz annyira direkt ez a szín, itt a satírozó színre rávíve. Ezért is tök jó dolog ez, hogy így össze lehet dolgozni a színeket, és szerintem ez így eddig nagyon szép. Aztán legyünk bátrak, és bemélyítek ezzel a legutolsó, nagyon sötét színnel. Itt. Olyan érdekes, mert a palettában barnásnak hat, pedig nyilván ez egy lila szín. Tehát annyira mély, itt fogok vele bemélyíteni. És a mozgó szemhéjamra meg majd mindjárt kitalálom, melyik színt fogom vinni. Egy picit behozzuk ide. Annyira szép, ezt így magába is el tudnám képzelni, ezt a mélyítő szint egy highlighterrel. Olyan szép fénye van ezeknek a smink, vagy szemhéjpúdereknek, hogy ilyen különleges szatén fénye van. Nem is a színébe vagyok beleszerelmesedve, hanem ebbe a furi fénybe, amit ad, ezt így összedolgozom egy kicsit. És tök jól össze lehet őket dolgozni. Hozom a glitter ragasztót, de előtte akkor nézzük már meg, hogy most melyik színt fogom én ehhez felvinni. Mert hogy ugye van két színem, egy ilyen barackos, meg egy ilyen picit rózsaszínesebb, de barackos csillogós, és szerintem ezt fogom felvinni. Semmiképpen nem feltétlen ezt a zöldeset, mert az ilyen nagyon szép, de úgy nagyon leugrana, úgyhogy ezt majd maximum a belső szemzugba fogom vinni. Na de hozom a pálcikámat, meg a glitter ragasztót. És jöhet a fényes szín a szememre. Már nem, mintha nem lenne elég fényes a szemem, de értitek, abból sosem elég. Így, az egyik. Oké. És ezt a színt fogom felvinni. Szóval őt fogom felvinni. És egy picit ilyen furi kombináció lesz ebből, de nagyon szép. Nem nagyon láttam még senkit, aki így használta volna ezt a palettát, pedig baromi jól néz ki együtt ez a két szín. Így né. Atya ég. Na hát ezt még én se gondoltam, hogy ez ennyire jó lesz így együtt. És akkor belőle meg beviszem azt a fényes, világos színt, ezt a kis zöldeset. Ide. Azt a... Ilyen kis zöldes fénye van, én nem is tudom, hogy gondolták ezt, hogy jó lesz együtt, de marha jó. Így. Szerintem ez gyönyörű, szép. Jó
sokat feltapogatok ebből a fényes színből ide, mert annyira gyönyörű. Metálfényű lett az egész szemsmink. Baromi szép. Így néz ki. Jövök a matlilával, és egy kicsit eldolgozgatom itt a szélét, meg itt az, tehát az egészet megpróbálom a matt lilával összedolgozni egy kicsit itt az éleket. Hát szerintem ez aztán smink. Gyönyörű lett. Van nekem itt ugye ez a kis ceruza ecsetem, készedem belőle a színt, és a legvilágosabb lilával fogok alulra menni végig az alsó szempillasoromon. És nem is kell, hogy látszódjon, tehát most nem az a lényeg neki, hogy látszódjon, hanem csak, hogy egy picit egybehozzam a színeket, mert most alulra én nem kívánok semmi extrát. Még belülre viszek ebből a fényes színből, hogy egy kicsit lejjebb is húzzam. Így. Nagyon szép. Nekem ez nagyon tetszik. És akkor jöhet a szempilla spirál. Hát, legyen valami bomba. Legyen most a Catrice-nek még ez a Fake It spirálja. Nem lesz szemceruza, meg semmi ilyesmi. Mert most ilyen elválasztott pillákat szeretnék. Így. Gyönyörű. Oké. Hát, teljesen ki vagyok, annyira tetszik. Következhet a rúzs. Hát az egyetlen, ami baromira lila színű rúzs, az nekem a Maybellinnek a 300-as árnyalatú Stripped Rose krém mesh rúzsa, úgyhogy ezt fogjuk most fölkenni. Lehet, hogy használni kéne hozzá egy kis Catrice-es szájkontúr ceruzát a Plumping Lip Linerek közül. Hát ezt a 069-es színűt. Egyébként közben ki kellett mennem átvenni a csomagot, és annyira szépek a swatchok természetes fényben kint, hogy a hajam lerakom, és a matt lila, amit én matt lilának gondoltam, az sem matt lila, úgyhogy nagyon szép. Semmiképpen nem fogom túlhúzni a számat, csak egy picit meg akarom erősíteni a kontúrját, és ez olyan majdnem megegyezik a szám színével ez a ceruza. Így né. És akkor jöhet rá a lila színű rúzsom. Imádom ennek a színét. Egyébként sajnos ez nem egy tartós rúzs, viszont tartósabbá tehetjük, ha felviszem a MAC-nek ezt a rúzs alapját. Ebből tényleg nagyon picike elég, és már is sokkal jobb érzete van a számnak, bár be volt hidratálva előtte. Na ez így szép.
Szeretem ezt a rúzs, de nem szabad belőle túl sokat felvinni, arra már rájöttem, mert akkor nagyon csúszós lesz. Úgyhogy szerintem elkészültünk, amit még így el szeretnék mondani a palettával kapcsolatban, hogy hiába, hogy ugye ultravioletnek mondja, a lila színek tényleg ultra szépek, tehát fantasztikusak, gyönyörűek benne. És hát szinte mindegyik fényes, szerintem olyan nagyon matt szín nincs is benne, ez a kettő, ami szerintem matt. De ha most kikenném a kezemre és kimennék az udvarra, lehet, hogy annál a fénynél még ezt is szaténosnak látnám, úgyhogy tényleg nagyon szép ez a paletta, nekem legalábbis baromira tetszik, és ez a szám smink most annyira kis színes lett, hogy így nagyon meg vagyok vele elégedve. Nagyon jó ötlet volt Anitától, hogy csináljunk együtt sminket ezzel a palettával, mert így legalább előkerült a fiókból, és rájöttem, hogy tényleg gyönyörű. Tehát azért ezek a nékidek, akárki akármit mond, tudom, hogy nem mindegyik jól működik, meg én se ugrottam rá mindegyikre, de baromi jó színeik vannak. Tehát azért, na, a maguk nemében ezek gyönyörű paletták, különlegesek. Mondanám egyedinek is, mert ilyen fényes lila szín szerintem egyik palettámban sincs. Fantasztikusak. Nekem nagyon tetszik. Úgyhogy köszönöm szépen Anitának ezt a közös videót. Most egész nap gyönyörködni fogok magamban a tükörben. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok. Tartsatok velem legközelebb is, vagy velünk. Hozunk nektek még ilyen közös videót, ha találunk olyan közös palettát, amivel szívesen csinálunk sminket. Köszönöm, hogy itt voltatok, millió buszi nektek, sziasztok!